község Borsodaba Üzemplén megyében. Település részei Óhuta, Középhuta és Újhuta. Az Empléni Tájvédelmi Körzet szívében megbúvó kis falut II. Rákóczi Ferenc alapította 1698-ban. Lakói 1916-ig üveggyártással foglalkoztak, majd fakitermelésből, fafaragásból és egyéni gazdálkodásból éltek meg. Háromhuta jövőjét azonban a falusi turizmus, az idegenforgalom jelenti, amihez az alig 140 főt számláló településnek minden adottsága megvan. Múltat idéző sétát tehetünk a népi építészet remekei között, melyet a 100 éves parasztházak képviselnek. A központban az 1870-ben épült Szent Anna római katolikus templom található, mely 2010-ben teljes belső felújításon esett át. Mennyezetét Stark István festőművész Szent Háromság szekkója díszíti. A festői szépségű falucska csendes környezete a nyugalmat, de a kalandot keresők számára is kiváló célpont. Gazdag állat és növényvilága felejthetetlen élményt nyújt a túrázók számára. Kedvelt kirándulóhelyei a fokozottan védett Istvánkúti Nyíres, a Pálos forrás és Kolostorrom, a közeli Rákóczi vár romjai, a sziklamászásra is alkalmas Sólyombérc, vagy a 709 méter magas Nagy Péter mennykő. Innen, valamint a 494 méter magas Kerekkőről lélegzett elállító kilátást árul elénk. A gyalogos, illetve kerékpáros túrák után élvezhetik a helybéliek vendégszeretetét, megkóstolhatják a tájjellegű ételeket, vagy meglátogathatják a helyi rendezvényeket. Egész évben számos kulturális, sport és hagyományőrző programmal várják az ide látogatókat. Ezek közül a legnépszerűbbek a templombúcsúhoz köthető falunap, a futóverseny, a családi nap és a karácsonyi betlehemezés. Az erdők hívószaván túl a környék bőséges kulturális és történelmi emlékei igazi kikapcsolódást biztosítanak minden korosztály számára. A műsorszám támogatója Magyarország elegáns szállodáinak gyűjtőhelye a premiumhotelek.hu. Premium Hotelek, az 5 csillagos választás.